ez az ágy szélére ülés, ez egészen ilyen korai Dancsó Péteres videómániákat idéz. Mindegy, esünk neki. A mai adásban kiderül, hogy mi az az egyetlen szó, ami félrevitt egy egész komment szekciót. Igen, a Duolingóról beszélek. Lerántom a leplet arról, aki simán alázza a herefolytó aranykát, és megnézzük azt is, hogy mi jött szembe Tumblr-ön. Ez itt a... Jó, inkább megint két heti hatás, de örülök, hogy múlt héten nem volt se időm, se erőm videót csinálni, mert így legalább nem kell beszélnem bizonyos dolgokról. Ha nem bírjátok a véres jeleneteket, akkor tekerjetek ide, ha igen, akkor meg vágjunk bele és nézzük, hogy mi az, amiről nem beszélünk. Ha múlt héten csináltam volna adást, akkor egész biztos, hogy elmeséltem volna, hogy az osztályom, a középiskolás osztályom a mai napig minden nyáron, augusztus utolsó hétvégén összejön egy többnapos ottalvós osztálykirándulásra. Ez a nyár fénypontja. Úgyhogy nagyon-nagyon nem szerettem volna elkésni onnan. Viszont indulás előtt körülbelül egy fél órával gondoltam, hogy behajítom a bicskámat, de előtte elmosom. Ezen a ponton elképzelhető, hogy megfordult a fejemben, hogy vajon hogy néz ki a hüvelykújjam belülről, mert sikerült felhasítanom. Soha nem szoktam rosszul lenni vértől, sérülésektől, ilyenektől, most azonban egy pillanat alatt levert a víz, elkezdtem szédülni, elsötétedett minden előttem, és K.O. puff, kidőltem, elájultam. Ez még éppen beleférne, de nem ez az, amiért most nem beszélek erről. 5-10 perc múlva magamhoz tértem, felocsúttam, és ráeszméltem arra, hogy úristen, el kell érni a vonatot. Prioritások nyilván megvannak. Úgyhogy sufni tuning módszerekkel itthon bekötöztem a sebemet, sikerült elérni a vonatot, és ráadásul volt időm végig szorongatni, megfelelő nyomást alkalmazni a hüvelykújjamra, mert hogy Mezőkövesdig Budapesttől összeszedtünk egy több mint fél órás késést a MÁV-on. Remek. Amikor megérkeztem, leszedtem a bicót a vonatról, a kötés pedig az ujjamról, hogy megnézzem, milyen a seb. Valószínűleg oké volt, nem fájt már annyira, viszont mindig szétnyílt, úgyhogy úgy éreztem, hogy lehet, hogy jobb, ha elbüszkélkedek vele egy orvosnak is, hogy megmutassam, hogy össze kell levarni esetleg. És ez ideig még mindig beleférne egy történetbe. Google Maps-en megnéztem, hogy hol van az STK, eltekertem az 1 milliárd forintból felhúzott Zsúri FC stadion mellett, és 400 méterrel később ott volt az egészségügyi intézmény. Bementem a recepcióra, ahol széttárták a kezüket, és azt mondták, hogy de hát pénteken ilyenkor már nincsen sebészet. Ha igazán komoly, akkor menjek el a Miskolci megyei kórházba, vagy Eger lehet, hogy közelebb van. Szerencsére a szomszédban nyitva volt a gyógyszertár, úgyhogy be tudtam menni venni betadint, meg ilyen seb összehúzó strippet. Visszamentem az STK-ba, ahol a WC-ben szépen elláttam magam. El lettem látva? El. Egészségügyi intézményben lettem el látva? Igen. Doktor látott el? Hát, ha úgy veszük, igen. Szóval, hol itt a gond? Szóval azért nem beszélek erről a témáról, mert valószínűleg elég demagóg irányokat venne a rendelés, hogyha olyanokat vázolnék fel, hogy egy 17 ezeres magyar városban, hétköznap napközben, tehát pénteken kora délután azt hiszem 2 óra volt, nincs egy olyan orvosi ellátás, ahol mondjuk egy sebet el tudnának látni. Nem magamról van szó, mert nyilván meg tudom venni magamnak a betadint, meg tudok venni kötszert, el tudom látni magam, mert hogy nem volt olyan nagy mértékű a sérülés, bár nem feltétlenül tudtam akkor ezt megállapítani. De mi van azzal, aki mondjuk nem tud eljutni Miskolcra vagy Egerbe, mert mondjuk nincsen kocsija, a tömegközlekedés pedig katasztrofális ezek között a városok között. Szóval igen, ez az, amiről biztos, hogy nem fogok beszélni. Ha szeretitek a véres történeteket, akkor tekerjetek vissza ide, hallgassátok meg még egyszer, egyébként pedig hagyjuk a Matyó vészhelyzetet, és nézzük, mi jött szembe Tumblr-ön. Apró hirdetés. Nógrád megyek Karancsberényben a Palóc Olympos szomszédságában. Erre tromfolt fővárosi blokk, hogy akkor ez meg a Palóc Shinkansen. De hogy megértsétek, hogy miért rezonálok ezekre a Palóc dolgokra ennyire, el kell, hogy mondjak valamit, amit biztos, hogy nem tudtatok eddig rólam. Életem első 2 évét a Palóc Ruhrvidéken, Putnokon töltöttem. Persze annyira nem erős a kötődésem, mondjuk nem tartozik a kedvenc szerzőim közé a Palóc Hemingway. De azt azért elismerem, hogy mindig felkapom a fejem, amikor azt látom a hírekben, hogy versenge egymással Balassagyarmat és Salgótarján, mint a Palóc New York és Detroit. És az is igaz, hogy a magyarok Ausztrália, a Palóc dialektus van annyira szexi, hogy külföldiek özönlenek ide, hogy megtanulják a nyelvet. Vettem cigit, meg ilyenek, és kaja, és odaadtam a zárkatársamnak, hogy legyen neki. Na meg persze az is melengeti a szívemet, amikor külföldön csak úgy hivatkoznak Matt Damonra és Ben Affleckre, mint a hollywoodi Palóc videótéka. No, ha már a nyelvtanulás szóba jött, már is jön a herefolytó aranka bealázója, de előtte megnézzük, hogy mi az a szó, amitől félrement az egész komment szekció.
Jött két kérdés. Miért nem volt videó ilyen hosszú időn keresztül? Most hol dolgozol? Jó, ez még csak az első kérdésnek az A meg a B része. Videót csinálni az elég nagy meló, és ráadásul lélekben is rá kell hangolódni, és nem mindig vagyok ott a szeren, ezt bevallom. Tudom, hogy egy influencernek mindig mindennek tökéletesnek kell lennie, viszont szerencsére nem vagyok influencer, úgyhogy ezt így megúsztam. Tavaly azt hiszem, hogy októberben kimentem Portugáliába, ott elkezdtem tanulni, aztán hazajöttem, folytattam a tanulást, aztán visszamentem Lisszabonba, hogy ténylegesen egy kurzus keretein között tanuljak, ami viszont minden időmet lekötött, és nagyon kevés időm volt arra, hogy videókat csináljak. Néha Instagramon bejelentkeztem, próbáltam tolni a kis idegenvezetéseket, de arra, hogy nekiüljek és videót kezdjek szerkezgetni, ahhoz abszolút nem volt érkezésem. Aztán, amikor visszajöttem Magyarországra, áprilisban, március végén, valahogy így, akkor meg el voltam maradva egy csomó mindennel korábbról, ez rám szakadt, be kellett őket pótolni. Nem azt mondom, hogy most mindennel utolértem magam, de egy kicsikét áthelyeztem a prioritásokat, úgyhogy most megint elkezdtem videókat csinálni, mert úgy érzem, hogy most már erre több energiám meg lehetőségem van. Ja igen, hogy most hol dolgozom, az ELTE etológia tanszékén vagyok tudományos munkatárs, ami a világ legjobb tanszéke, ezt így kimerem jelenteni. Lényegében kísérletes adatokat elemzek félállásban, vagy inkább háromnegyedben, mert hogy a kutatói munka az nem úgy néz ki, hogy letelt a 8 óra, aztán... A kutatói munka az nem úgy néz ki, hogy letelt a 8 óra, aztán kikapcsolod az agyad és mehetsz haza. Szertár jellegű kísérletezős videók lesznek-e? Nem. Nagyon egyszerűen nem. Nincsen rá se energiám, se pénzem, egyéb erőforrásaim, úgyhogy nem tartom valószínűleg, hogy lesznek a jövőben. Elképzelhető, hogyha van valami jelenség, akkor azt így heti hatásban bemutatom, de hogy kifejezetten a szertár kísérletezős vonalát folytassam, arra nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kicsi esélyt látok. Legalábbis jelenleg. Viszont rengeteg ilyen YouTube csatorna van, meg TikTok csatorna, úgyhogy lehet őket követni. Na és most érjünk rá a Duolingóra. Emberek, nem fogok tételesen mindenkit idézgetni, mert igazatok van, maximálisan igazatok van mindenkinek. Egy dolog kimaradt az előző videóból. Azt akartam mondani, hogy a Duolingó önmagában nem elég nyelvtanulásra. Amikor beszéltem róla, nekem ez valahogy beleértődött, de olvasva a kommenteket, láttam, hogy ez egyáltalán nem volt egyértelmű, és teljesen igazatok van. Mindenki, aki észrevételezett valamilyen formában, azt emelte ki, hogy használ Duolingót, segít neki, de emellett csinál mást is, van motivációja, nyelvi környezetben van, stb. Stb. Minden mással együtt a Duolingó igen lehet hasznos. Hogy hasznosabb, mint az iskolai nyelvoktatás, nyilván ez nagyon széles skálán mozog. Ha valaki tényleg a suliban csak annyit tudod megtanulni, hogy hello, akkor ott nagyon komoly gondok vannak. De ellenpéldaként meg akkor fel lehetne hozni, hogy nálunk középiskolában, az osztályomban, érettségikor majdnem mindenkinek volt 2 darab középfokú nyelvvizsgája. Volt akinek felsőfok is. Akkor erre mondhatjuk azt, hogy lám, mégis kiváló a középiskolai nyelvoktatás. Nyilván nem. De ez most nagyon messzire vezetne, és az adás elején úgy is renteltem már egy sort, a közoktatás helyzetéről majd valamikor máskor beszélünk. A játékosított oktatásnak rengeteg előnye van, de azt továbbra is tartom, hogy a Duolingo az túljátékosított. Sokkal nagyobb hangsúlyt fektet arra, hogy töltsél minél több időt a platformon, sokkal több energiát fektet arra, hogy minél hatékonyabban tudd a Duolingós játékokat teljesíteni, mint arra, hogy ténylegesen tanuljál nyelvet. Igen, lehet vele tanulni, igen, lehet nagy segítség más eszközök, más módszertanok mellett. Azt nyilván nem fogja utolérni, hogy milyen az, amikor teljesen belehelyezkedsz egy nyelvi környezetbe, és senki más nem beszéli a nyelvedet. Hát meg kellett tanulni, mert nem tudtak oda angolul vagy német. És akkor vagy nem beszélek, vagy megtanulom. Valahol nehéz, mert sok a ragozás, meg ilyenek, de... Hát nem volt más, mert... TV-ben is csak magyar volt, az árkatások, csak magyar beszéltek, az örök is. Néztem sok a TV-t, és utána összeraktam, hogy működik azt a nyelv. Szerintem a Duolingo nem a leghatékonyabb, sőt, viszont nagyon jó pofa, ráadásul ingyenes. Jó tudom, van fizetős verziója is, de ingyenessel is nagyon sok mindent el lehet érni. Használjátok, én is használom. Lehet, hogy majd egyszer csinálok egy Duolingo gameplayt, vagy nem tudom. Ez mondjuk lehet, hogy nem is olyan rossz ötlet, de most nézzük a helyre folytó aranka kihívóját, jöjjön a Lackó gazdarovat. Aki követ Instán, tudja, hogy sztoriba ki szoktam rakni mindenféle természetfigyelős agymenéseket. Tegnap például erről a kétszínű növényről posztoltam. Erről Marisnak a helyre folytó aranka jutott az eszébe. 1. Marist érdemes követni.
Biztos, hogy mindent fogtok tudni a spárgatermesztés minden nyűgéről, rengeteg humorral. 2. A herefolytó aranka egy gyomnövény, ami a lucernát és a vörösherét károsítja elsősorban, és ez az, aminek a neve biztos, hogy minden agrár hallgatónak az agyába mélyen belevésődik, kitörölhetetlenül. Vajon miért? Herefolytó aranka. Viszont ez a növény még ennél is kétszínűbb. Egyrészt kétszínű, mert látjátok, hogy sárgák a virágai és lilák a múrva levelei. A zöldről most ne beszéljünk. Azt hinnéd, hogy ez egy kedves kis erdőszéli növényke, amit egyébként a hármas határhegyen fotóztam, ami dugig van most vele. De ez az aljadék egy félélősködő, egy hemiparazita. Ha úgy veszük, olyan, mint a fagyöny. Fotoszintetizálgat ugyan, de lop is rendesen. De a fagyöny legalább felvállalja, érted? Felmegy a lombkoronába, ott ül, ott terpeszkedik, aztán azt mondja, hogy jó van, ki a Jani, ne? De ez nem. Ez úgy tesz, mintha egy ilyen kedves kis szerény aljnövényzeti növényke lenne, hogy jaj, én vagyok a kicsi virág, persze. Aztán benézel a föld alá, mi van ott? Gyökér? De hogy van ott gyökér? Ez a növény egy gyökér, ez. Tudod miért? Mert nincsen gyökere. Ráakaszkodik más növényeknek a gyökerére, aztán ott vámpírkodik. Ez egy herbál oligarha. Ja, a nevéről inkább ne is beszéljünk. Kéküstökű csormajának hívják. Kék. Kék ez. Ez lila csezmeg. Na jó, azért valljuk be, hihetetlen a természet. Legyen szép hetetek, sziasztok!